Berkeiné Pócz Ilona 30. kiállítását tekinthettük meg augusztus elején Jászberényben, 27-én pedig Jászboldogházán nyílt közös kiállítása tanítványaival. A Jászboldogháziak baráti társaságának egyesületének célja az ott élő és onnan elszármazottak összefogása, a hagyományok ápolása, a kulturális, természeti és települési értékek megőrzése és gazdagítása. Létrehoztak Gyökereink néven egy sorozatot, ahova ez alkalommal a tanárnőt hívták kiállítónak. Ilona elmondta, nagyon örült a felkeresésnek, ugyanis 40 éve Boldogházán volt a legelső önálló kiállítása. Nem csak az én alkotásaim vannak, hanem azok a tanítványaim, akikről tudom azt, hogy ők aktívan megmaradtak festeni. Van is olyan közülük, aki ebből meg tud élni, és azt gondolom, hogy ha már egy tanítvány túlszárnyalja a tanárát, akkor az nagyon-nagyon jó dolog. A kiállítást Pap Izabella nyitotta, aki a tanárnő Jászboldogházai éveiről, alkotásairól is mondott pár szót. 14 éven át tanított a Boldogházi Általános Iskolában. Néhány évvel ezelőtt kedves gondolatokkal emlékezett pályájának ennek az időszakára Boldogházi Boldog Évek címmel, ami sokat elárul. Emlékezett arra, hogyan festették ki az iskola előcsarnokát a csodaszarvas legendáiból, megfestette a Csipke Rózsika színpad képét, díszletét, és harmadik, negyedik osztályos tanulóiról portrékat rajzolt, amit azt hiszem, hogy ma is szeretettel őriznek a gyerekek. De hogyan kezdődött az életében a festés? Mindig nagyon szerettem rajzolni, már 8. korom óta jártam Sáros András festőművészek a rajzakörébe, Jászberénybe. Nagybátyám volt a Sztábi Pista bácsi, aki a saját fiát is szerette volna elvinni erre a szakkörre, és akkor együtt elindultunk. Őt annyira nem érdekli, ő még 7. volt, őt annyira nem érdekelte, de én ott ragadtam, és nagyon sok évig. Vágya volt, hogy képzőművészeti vagy iparművészeti egyetemen tanulhasson tovább, de szülei javaslatára a jászberényi tanítóképzőn végzett. Aztán végül is így folyamatosan tanultam, felnőttként végeztem el már munka mellett, például a Egdi Tanárképző Főiskolát, ahol Lóránt Jánossal találkoztam, aki az akvarelfestés nagymestere Magyarországon, és összesen csak azt a 3 évet tanította ott a Egdi Főiskolán, amikor oda is jártam, azt gondolom, hogy a Jóisten segített ehhez is, és utána még az Iparművészeti Egyetemet is elvégeztem. Akkor kezdtem igazából hinni abban, hogy tudok festeni, rajzolni, mert ott ilyen több mint 10-szeres túljelentkezés volt, addig nem igazán volt önbizalmam. Elmondta, nagyon sok támogatást kapott családjától, és az alkotás volt az életében az a dolog, amit sosem hagyott abba, gyermekvállalás mellett is csinálta. Valójában az, hogy ég és föld között, én azt gondoltam, és úgy éltem mindig, hogy lebegtem. A fiaim, meg a férjem, ők megpróbáltak visszarángatni ide a földre, hogy ne repüljek ki a légüles térbe, de ez nagyon erős volt ez a hatás, hogy nagyon-nagyon jó érzés maga a festés. Úgy gondolom, hogy a gyerekek, akik egy pici affinitással rendelkeznek, azok ugyanezt átélik. Tanárnő elmondta, hogy most már 3 éve nyugdíjas. Több ideje van, és a család mellett ezentúl is szeretne a festéssel foglalkozni.